Kedves nézőink, szombaton rendezték meg a Borsos Miklós röplabda kupát a Fekete Vörös Márt iskola tornacsarnokában. Most erről számolom be önöknek. Az idei évben is megrendeztétek a Borsos kupát, mit kell tudni erről a versenyről? Ez a verseny már 8. alkalommal került megrendezésre. Nagyon örülünk, hogy helyet kaptunk itt a Fekete-Vörös Marti Általános Iskola tornacsarnokában. Ezt külön köszönjük a VIMSZ vezetőjének, hogy megkaphattuk ezt a termet. A 8. alkalom az már nagyon szép szám szerintem egy ilyen versenyház. Kik érkeztek erre a versenyre? Az ország egész területéről érkeztek játékosok, Besenyszögről is, Alföldről is, Dunántúlról nagyon sok csapat érkezett hozzánk. Milyen kapcsolat van a csapatok és ugye az ajkai röpisek között? Hát örömmel mondom, hogy már évek óta tart ez a röplabdás kapcsolat. A röplabdásoknak muszáj összetartani, hiszen ha nem tartanánk össze, akkor már valószínű, hogy Magyarországon nem igazán lenne röplabdasport sem. Hány gyerek mozgott, hány gyerek sportolt ezen a mostani versenyen? Hát képzeld el, hogy 24 csapat volt itt jelen, úgyhogy nagyon sokan voltunk, ezért is kellett nekünk ez a nagy csarnok ehhez a rendezvényhez. Két korosztályban hirdettük meg a versenyt, a mini korosztály, ez az 5.-6. korosztálya, és a szuper mini, a 3.-4. korosztálya. De büszkén mondom, hogy az ajkaiaknál még sokkal kisebbek is játszottak, úgyhogy ők most voltak először pályán, és nagyon aranyosan, nagyon ügyesen játszottak. Említetted az ajkai gyerekeket, hány csapat indult? Ajkáról 4 csapatot indítottunk, valamennyi játékosunk részt vett itt a versenyen. A legkisebbek természetesen játszottak, a legnagyobbak pedig segítettek a verseny rendezésében, hiszen 5 csapat mellé 5 játékvezető, plusz minden pályára 2 jegyzőkönyvvezető, 1, aki forgatja a táblát, 1, aki írja a komoly pontokat. Úgyhogy muszáj volt mindenkit megmozgatnom ahhoz, hogy ez a rendezvény sikeres legyen. Minden gyermek röpisul is? Minden gyermek röpisul is, illetve a Borsos Miklós Általános Iskolának a tagja röplabda sportszakkörre jár. Hogyan bonyolítottátok le ezt a mai versenyt, hiszen említetted, hogy 24 csapat érkezett, gondolom egész délelőtt, az összes pályán folytak a mérkőzések. Igen, 5 pályát állítottunk, 2 pálya mini, 2 pálya szuper mini pálya volt, az 5. pálya pedig vegyes mérkőzés, azért, hogy időben is tudjunk haladni. Elmondhatom, hogy nem volt egy pályán sem szünet, a versenyek egymást követték, a játékosok nem győzt, alig tudtak pihenni, hiszen időben be kellett fejeznünk a játékot, mert ilyen kisgyerekek nem utazhatnak későn haza. Körmérkőzéseket játszottunk, majd a körmérkőzéseknél után keresztjáték volt, és ezután ismét körmérkőzés. Nagyon sokat dolgoztak, nagyon sokat játszottak, de hát az ilyen diákrendezvény azért van, hogy kapjanak a gyerekek játék lehetőséget. Az, hogy itt voltak a szülők, és szurkoltak a gyerekeknek, az mennyiben lendítette akár az ajkai csapatot, akár a többi csapatot? Hát ugye, amikor látja az anya, apa az ő játékát, az mindennél többet él. Volt olyan gyerek, amelyik izgatottabb volt, sokkal, kicsit az izgalomtól kicsit lejjebb ment a teljesítménye, de az első 2 meccs után feloldottak, és olyan nagyon nagy volt az öröm szülő részéről, gyermek részéről, és nagyon-nagyon jó, és ilyenkor látom, hogy igazán érdemes dolgozni ezekért a gyerekekért. Nem csak beülünk egy buszba, hanem elmegyünk, hanem itt tényleg a szülő láthatja, hogy mennyit fejlődött a kisgyermeken. Milyen végeredmény született ezen a Borsos kupán? A mini korcsoportban Szombathely lett első, a Veszprémi Deák csapat lett a 2. helyezett, és a Bátori csapat lett a 3. helyezett. El kell mondanom, hogy milyen a röplabda, ugye mi a Bátori csapatban egy csoportban voltunk, körbeverés volt, ezért jutott az 1-3 helyezettek közé Bátori, de hát mi a Bátorit kivertük 2-1-re. Úgyhogy nem mi vagyunk a 3-ak, de akár 3-ak is lehettünk volna. A másik korcsoportban milyen végeredmény született? Nagy bajom lett az első, Gyenes Diás csapata lett a 2., és a messziről jött Besenyszög csapata lett a 3. Az ajkaiak ebben a korcsoportban hogy szerepeltek? Az ajkaiak nagyon jól szerepeltek, középmezőnyben zárták a versenyt. Ez nagyon jó, hiszen kisebbek még a mezőnynél, tehát nagyon jó eredményt értek el, elégedett vagyok velük.
amikor ezek a gyerekek egy kicsikét nagyobbak lesznek, és még mindig röplabdáznak, akkor lesz-e lehetőségük a továbbiakban is versenyekre járni, és megmutatni magukat, illetve tehetségüket? Természetesen, hiszen ez a vágyunk, hogy tovább menjenek ezek a gyerekek. Ugye a nagyobb korosztálynak van a Veres Pálné Kupa, amely idén december 19-én lesz, már ezt is tudjuk, és az a 7.-8. versenye, aztán középiskolásoknak is tartunk versenyt, és hát nagyon szeretnénk mi is, hogyha végre lenne egy igazán nagyon ütőképes női csapatunk. Ez azonban tényleg a középiskolásoktól függ, hogy lesz-e még energiájuk az érettségi előtt még edzésekre járni, és nagyon jó lenne, hogyha nem mennének el máshová, de hát tudjuk az az életrendje, hogy egyetemre, főiskolára kell menni. De szeretettel várjuk vissza a volt röplabdásainkat. Beszéljünk egy kicsit még a kicsi gyerekekről, a borsos korosztályú gyerekekről. Említetted, hogy a röpisuli tagjai, illetve a Borsos Miklós általános iskola tanulói játszanak ezekben a csapatokban. A többi általános iskolában mennyire népszerű ez a sportág, illetve van-e onnan is gyereketek? Van onnan gyerekünk, a többi iskolából is van egy-két szem kisgyerek van, akiket a szülők hoznak lelkesen, és köszönet ezért. Szeretettel várunk minden iskolából röplabdásokat, hiszen az egyesületünk teljesen nyitott, nem csak a Borsos Miklós általános iskolásoknak, hanem a város valamennyi röplabdát, szerető röplabdát kedvelő kisgyermek részére. El kell mondanom azt is, hogy ez nem durva sport, és hogyha megtanulják küzdelmes edzések során az alapérintéseket, utána már ragyogóan tudnak játszani, és bizony nagyon jó fejmunka is kell ehhez, nem csak lábmunka.